Mezőgazdasági gépészek, dísznövénykertészek, valamint informatikusok köszöntek el iskolájuktól. 4 osztályból összesen 72 végzős vonult végig meg annyi rokon, barát, pedagógus között. Az idei beallagás igen különlegesnek mondható, hiszen ebben a tanévben számos fontos momentuma is volt az iskolának. Nemrégiben újult meg az intézmény épülete, több tanárt kitüntettek, valamint diákjai kiváló versenyeredményekkel büszkélkedhetnek. Többek között ezzel a személyes példamutatással és néhány hasznos tanáccsal búcsúzott el az igazgató az érettség előtt álló gyerekektől az ünnepi ceremónián. Ha bárhová is sodorja őket az élet, ez az iskola legyen nekik példakép, legyen nekik emlék, ahova mindig visszatérhetnek. Ez az iskolában tanító tanárok legyenek olyan példa és olyan emlék, ahhez mindig eljöhetnek, és megkérdezhetik azt, hogy vajon jól csinálom a dolgom, azt csinálom, amit tanár úr mondott nekem. Az eseményen 11 diák kapott könyvjutalmat kitűnő tanulmányi, sport, valamint közösségi munkájukért. Emellett Juhászné Rácz Zita, az Angyal Sóhely Alapítvány egyik kuratóriumi tagja nyújtott át elismerést az iskola legeredményesebb végzős tanulójának. Nem tudom sokszor megköszönni az iskolának, az alapítvány testületének, és a barátaim nélkül nem sikerült volna elérnem ezt. Röplabdában városi szinten többször is nyertünk, megyei szinten másodikok lettünk, tanulmányaim jó, kitűnő. A díjazottól azt is megtudtuk, gőzerővel készült az érettségire, és bízik abban, hogy szeptemberben már a Szegedi Tudományegyetem mérnök és informatika szakán folytathatja tanulmányait.